Hú, na kérem, szeretettel, innen elrámolunk, mert kell a plac. Itt van, amit tegnap mondtam, hogy ugye az ember egyfolytában költ a kamerára, meg a YouTube hobbiaira, megjött a Slider Dolly. Úgyhogy itt a csomag, unboxing már régen volt, úgyhogy most szépen ennek szerét ejtjük. Csak keresek egy bicskát és hozok egy széket. Melyik fiókba is van? Itt van ebben a fiókba is. Na! Reggeli gyógyszert még be se vette. Hát most a kályhán ezt nem fogom tudni jó kipróbálni. Csinálni kell egy pár tesztfelvételt is, mert ugye úgy teljes az unboxing, hogy a GoPro-t ráteszem, csak még nem tudom, hogy hol. Hát majd asztallapján lesz egy-kettő, meg mit tudom én. Ugye ennek az a lényege, ez nem csúszka, nem slider, hanem ez egy dolly, ugye egy kocsi, fárt kocsi, és kell neki a síkfelület. A slidert abban az esetben, slidert abban az esetben tudja kiváltani, ha síkfelületet találunk neki. Ha itt van ilyen döccene, mint ebbe, meg ebbe, itt a márványlapok között, akkor az ugye nem jó felvétel. Ezzel remélem, hogy sikerül már egy-két nagyszerű felvételt összehozni. De legalábbis megszínesíteni a felvételeket. Mondjuk nem kell ezt most orba szájba alkalmazni. Hanem ez csak egy eszköz a többi között. Na hát, jó kis légi posta minőség. A faszán be van nyomódva a csomag. Ugye, hogyha Magyarországon így szállítanák a csomagot, akkor azt már az ember eleve úgy venné át, hogy a jegyzőkönyvbe beleírná, hogy a csomag alá sérült, nyomott, törött volt. De igazából nincs az egész túl spirázva, semmi nájlon, semmi más itt nincsen benne. Ugyan, mint látjuk, csak maga ez a kis görkorcsolyára emlékeztető kézi készülék. Itt van ő. She is. Hát ha már Dolly, akkor szerintem nő nemű. És meg úgy látom, hogy annak ellenére is jó gurú, hogy ilyen döcögös ez a márvány. Na most. Mint látjuk, ez egy kicsit csálén megy most. Ez azért van, mert a kereke az elforgatható mind a kettő. Ezt a csavart, hogyha meglazítjuk, akkor különböző szögekbe el lehet fordítani a kereket, hát mondjuk olyan nagyon ne fordítsuk el, hogy akadályozza saját magát, de mit tudom én. Ilyen szögbe, hogyha befordítjuk, majd rögzítjük, akkor már körbe tud járni egy témát, főleg ha ezen is állítunk, ezen a csavaron. És ha ide leteszünk valamilyen témát, szubjektet, amit körbe akarunk a kamerával járni, akkor ez a dolly szépen gyönyörűen körbe tudja járni. Tehát ez az egyik előnye a sliderrel szemben. Visszaállítom most, úgyhogy egyenes legyen. Honnan tudjuk, hogy melyik irányba nézna? Azt mondja, hogy itt van egy pici kis nyilacska a kerékhez,
ami úgy látom, hogy egy kicsi hortjáték, egy picit önálló életet él, de ezzel úgy nagyjából megpróbálhatjuk a nullához beállítani. Ezt is, és a másikat is. Kicsit megigazítjuk a csavart, ezt a nullához állítjuk. Ja igen, le kell fogni. Közben, hogy míg tekerjük, addig nem mozduljon el. Hát úgy látom, hogy ebből úgyis ilyen szemre állítás lesz. Így ne. Kicsit se lehet igazodni. És akkor innentől kezdem a gurula dolling. Nem tudjuk mennyire egyenes. Jó, van az. Jó, van az. Oké. Okay. Na. Nem emlékszem, mennyibe került. Talán. Hát olyan 4500 forint körül van. Na. Amit tudni kell róla. Ez egy alumínium ötvözet. Ide még ki kell találni, hogy hogy fogom megcsinálni a felfogatást, mert ugye ide bármilyen normál csavart fel lehet fogatni, csak azt még nem találtam ki. Vagy ilyen kamerafejet, na. És kamerafejem még nincsen hozzá. A kerék viszont gumírozott, és van neki egy elég tisztességes súlya. Viszont ha így most rátenném a kamerát, egy az egybe, ahogy van, akkor szerintem a kerekek benne lennének a képbe, ha csak nem egy kicsit így feljebb néz. De nézzük meg mondjuk így az első tesztfelvétel legyen akkor itt a KH-t, és reméljük, hogy nem néz bele illetve nem látszik bele a kerék a képbe. Na, ilyen. Korítani is lehet. Csak ez most kanyarodik. Nem egyenesen áll a kereke? Vagy ki tudja. Na. Szóval itt van őfélsége a dolly. És akkor megnézzük, hogy lehet. Ívbe, meg mindenféle dologba tesztfelvételt csinálunk. Közben egy fogó segítségével sikeresen megbecstelenítettem ezt az állványt, mert ugyanis szükségem van belőle egy alkatrészre. Majd átszerelem, hogyha másra lesz szükség, de most próbafelvétel szükség van erre a fejre, és ennek a felfogatójára. Úgy fogom beletenni, hogy a szíjjét nyissuk, nyitó gyámán szíjjé. Ilyen kopasz meg nem nyílik szíjjé. Égyni. Ez itten közre fogja eztet. Ha úgy van, húját eszét. Égyni. Mert ezen fog állni a dolling. Szépen így ráhúzzuk. És akkor ezt egy csavar tartja majd alulról. Itt látni. Ez itt megáll. Alulra berakom ezt a csavart. Amire ezt rácsavarom. Ugye fordítva. Hogy a kamera lássa már. Sokkal egyszerűbb lenne, hogyha nem kéne mutogatni, mit csinálok. Szépen alulra rácsavarozzuk. Azért kell ez a fej, ugye? Mert így most már tudom akár szögbe is billenteni a kamera fejet.
Ugye? Na meg hát, ahogy kell, ahogy illik. Jobba kell húzni a csavart. És aztán majd nem lesz rá szükség, akkor visszateszem erre. Valami kis alkatrészsel is pottyant itt a szőnyegen, de már nem keresgélek. Na lássuk csak, hogy működik a dolly, hogyha felmondoljuk rá. Sikerül-e megfelelő síkfelületet találni neki? Ugye, ez volt itt az erkély korlát, nem tudom, hogy mennyire döcög, de egyébként videófelvétel a legkisebb döcögést is fel erősíti. És hogyha nem jó van beállítva a lába szögbe, akkor hát kell neki az asztalna. Maradjunk annyiba. Egy pici irányváltoztatás, ugye itt az egyik kerék, itt a másik kerék, ez így nem az igazi. Tehát kell valamilyen csúszka neki. Itt tökéletes például, csak hogy itt most szembe vagyok a nappal, ugyebár, mint látjuk. De általában így ki tudja váltani a slidert. Megnézzük, mert nekem van egy ilyen. Hát ilyen nagy-nagy deszkám nincsen, ami főleg ezt a körbemutatást, állványos körbemutatást meg tudnám csinálni, de itten, ha kipakolom a spájzot, itt van ez a, hát ez nem asztal, csak valaminek a lapja, és ha én ezt most innen kirámolom, akkor szert teszek egy olyan asztalra, ami lehet később a jövőbbiekben egy slidernek az alapja. Ugye ennek kell két alátámasztási pont, két kicsi vagy egy nagy, mondjuk kettő darab szék, legyünk kreatívak, nem is könnyű, ez egy butorlap. Na, látjuk, hogy és milyen alá támasztási pont volt neki, egy doboz, mi van ebben a dobozban? Még régi tápos dobozok. Na mindjárt kipróbáljuk két pilleszékkel. Mert annak szerintem kell hallani, de két hokedli is megteszi. Én szerintem. Egy hokedli ide, egy hokedli ide. És már is elkészítjük a slider pályát. Na figyelj csak! Jó, az a bútorlap, ez a kredencből maradt meg. Hoppá! Ez annak az anyaga, amiből ezt csinálta nekünk az asztalos. Úgyhogy szerintem én ezt gyönyörűen be fogom fogni slider pályának, csak látom ezen ilyen koszok, meg rücskök, meg ragasztó maradványok vannak, inkább azt a felét kéne használni, amelyik viszonylag sík. Akkor majd le fogom sikálni. És akkor lássuk, hogy mit lehet ezzel így felvenni. Thank you.
Na, úgy vettem én észre, hogy a nagy látószög az a slidernek az elrontója. Tehát, álljunk csak egy kicsit ezen a kereken. Így né. Engem így szépen körbe tudsz járni, igaz? Tehát ugye minél nagyobb teret fog be, az oldalirányú mozgás annál kevésbé érvényesül. Ugye ez inkább úgy szokták, hogy belezoomolni, tehát hogyha az oldalirányú mozgás a lényeg, akkor bele kell zoomolni a képbe, és akkor sokkal több minden fog elmozdulni oldalirányt a képbe. Tehát... Na, ez is egy olyan dolog volt, amiről még nem tudtam egyébként, de igen hasznos tapasztalat. Viszont ugye kis látószöggel nem vagyok megszokva, főleg meg, hogyha vlogolok. Tehát ez olyan témáknál, amikor csak állok és beszélek, tehát ilyeneknél nem lesz. Viszont ez úgyis külső operatőri munkákhoz kell, úgyhogy nagyon jó bevált ez a picike dolly szerintem, hogy a felvételeket elnézzük. Na, hát körülbelül 1500 forintért lehet megvenni az eBay-en. Annyit lehet róla tudni, hogy ingyen házhoz szállítják. És mindjárt megnézzük, hogy mennyi idő alatt is szállították ki, mert ez fontos. Nézzük csak, új lap, ezt minek dobott fel, hanem az kell nekünk, hogy eBay mennyi idő alatt jött meg. A cuccocska, my eBay purchase history. Május 28-án rendeltem meg, ami azt jelenti, hogy 4-e volt egy hét, nem, igen, 4-e volt egy hét, holnap lett volna két hete, tehát két hétnél is gyorsabban kijött. Item price 4592 forintot fizettem érte. És ha érdekel valaki, DSLR Truck Skater Wheel Tabletop Compact Dolly Slider Kit for Video Camera. Ő az. Ennyi. Annyi, hogy van ebből olyan színű is, aminek nem piros a kereke, meg nem kék neki az alumínium hardware, hanem fekete az egész, meg nagyon trendi. Csak ezek a feketék, ez egy drágábbak. De egyébként ugyanezt, tehát kopra ugyanaz, csak szerintem azért még nem rossz, hogyha ilyen színes a kereke, mert ugye egy forgatási helyszínen is felhívja magára a figyelmet azért, hogy emberek ide rá ne lépjetek, mert itt van valami eszköz. Úgyhogy az élénk szín ilyen esetben sosem hátrány. Na, ennyi volt a Dolly unboxing. Szerintem nagyon jó használható, és ezzel újabb eszközzel bővült a videós palettám. Sziasztok!